Sok mindent tanultunk ma, tele vagyunk ötletekkel, tervekkel, technikákkal, módszerekkel. És most szeretném felkonferálni az esti fő előadóját, Lovas András, aki most egy kicsit szeretne felmutatni abból, az Isten evangéliuma. András, szeretnélek megkérni, hogy gyere ide, és hadd imádkozzunk most érted és az előadásért. Urunk Istenünk, annyira hálásak vagyunk, hogy megérezhetjük az életünkben a Te dicsőségedet. Ugye ebben a hatalmasságban tudjuk leélni a napjainkat, hogy ebbe bepillantást engedsz. Urunk, köszönjük, hogy kegyelmes vagy. Imádkozunk a Te szent lelkedért, hogy most légy itt ma velünk, légy itt Andrással. Add, hogy a szavaink keresztül erő és hatalom és bölcsesség sugározzon. És Urunk, imádkozunk azért is, hogy a Te szent lelked legyen velünk is, hogy tudjuk minden szavát úgy érteni, ahogy azt kell. Így kérünk, hogy légy itt ma jelen közöttünk. Amen. Jó estét mindenkinek! Azért csak hunyorgok a fényben, meg keveset látok belőletek, de megszoktam már, hogy az ifjúsági konferenciákon ez úgy van, hogy kapott tele a fényt, és nem lát semmit azok közül, akik ott vannak. Úgyhogy hajrá! Itt egy PowerPoint-tal fogom nyomon követni az előadást, reménység szerint. Bocsánat, lehet, hogy valamit itt összekevertem. Pillanat, elnézést, itt technikával, tudjátok, az én koromban már. Na. Aha. Nem is tudom. Ti melyiket választanátok? Ha ez egy jó előadás, különben elmondanám, akkor áron munkanélkül maradna. Nem kell több ifi vezetőképzés, értitek? Nem lesz kivel jövőre itt interjúzni a kudarcokról. Nem? Ha meg erről beszélek, akkor meg miért dolgozott egész nap? De az előzőt még nem írtam meg nem is tudom, hogy erről fogok beszélni. Szóval a fő cím, hogy miért van szükséged kudarcra ifi vezetőként, és egy jó előadásnak van egy nagyon jó címe, és van egy főtétele. A főtétel pedig szükséged van a kudarcra, hogy az evangélium erejét átéld. Szóval szükséged van a kudarcra, hogy az evangélium erejét átéld. És ehhez akkor először egy történetet nézzünk. Ez különben döbbenet, hogy a Karesszel mi nem beszéltünk, és hogy ő elkezdte Péter elhívásánál, én meg szintén Péternél tartok, csak a végén, meg az egész történetről, de ez úgy össze van hangolva. De ez valóban így a Szentlélek. Szóval János evangélium a 21. részéből, olvasom ezt a szakaszt. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megkérdezte, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged.
Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat és oda mentél, ahova akartál, de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. A szavaim is azok, mint a refisz lelkészé, valahogy ez így adódott, hogy ez nem egy ige hirdetés erről a szakaszról, hanem egy ilyen előadásszerű valami, aminek az az alapja, hogy Péter és a te ifivezetői történetet párhuzamos. Tudjuk, az ő története a te történeted az ő története is lehetne. És ezt a történetet, tehát Péter az ifivezető történetét, ezt három egységben szeretném körüljárni veled meg Péterrel, avval a kérdéssel, hogy szóval hogyan tapasztalja az ifivezető az evangélium erejét a kudarcban? A kudarcban. És ha ezt a három részt így ki is fogom vetíteni, az első az, hogy az alkalmatlanságtól járunk egy utat a magabiztosságig. Nem tudom, látszik-e hátulról. Alkalmatlanság, magabiztosság, hogy megjelenik Jézus a színen, és itt most gondoljatok a reggeli bibliai szakaszra, megjelenik Jézus, és megmutatja a hatalmát. És ebben a jelenlétben elhívja Pétert. Ifiseket fogsz halászni, ifi munkás leszel, ifi vezető leszel. És valahogy, ha itt vagy ma, ez megtörtént veled. Valamilyen formában. Persze lehet, hogy rád bízták, lehet, hogy hónapokon át mondták, hogy vállald el, vállald el, vállald el. Lehet, hogy kaptál valami érintést, és te léptél oda erre, de biztos, hogy a gyökerében ott van az, hogy Jézus jelenlétében valami történt veled. Megérintett az evangélium, találkoztál Jézussal, és valami megmozdult benned. Van egy történeted Jézussal, ami oda vezetett, hogy az ifiben szolgálsz. És amikor így vagy úgy ez elért téged, próbálj visszaemlékezni erre, akkor valószínű az volt benned, mint Péterben is, hogy na jó, hát ez nem fog menni. Ez nem fog menni. Erre alkalmatlan vagyok. Remegő lábak, távozz tőlem, Uram, ez nem. Az első ifin dadogó szavak. Emlékszem, hogy életemben először bizonyságot kellett tennem. Pedig már öreg voltam, 20 éves, és volt 15 ember, és majd meghaltam, hogy emberek előtt kell beszélnem. Érted? Érted az alkalmatlanságodat, és ebben az alkalmatlanságban a totális ráhagyatkozás jelenik meg Istenre. Megtetted az első ifit, és öregem csillogott a fiatalok szeme. És amikor lejöttél a színről, akkor így valami így nagyon halványan megmozdult benned, hogy így annyira halványan, hogy észre se vetted, hogy lehet, hogy ez megy nekem? Nem is olyan nehéz. Megköszönted, hálát adtál az Úrnak, és a második ifi, a harmadik ifi, ifi tábort szerveztél. Te ennek a hetek és a hónapok, és basszus, ez működik. Ez, érted, ez megy. Ez történik. Hát ifi vezető vagyok. Hát szaporodnak, többen lettek. Tök jó a közösség, meg a zene. Még meg is tért valaki. Na, akkor jobb, ha már nagyon vigyázol. És a pici egód így növekszik. Nem az Úrban, csak úgy magában. Hogy egészen annyira, hogy eljön a nagy pillanat, Péter az ifi vezető életében, hogy ha mindenki meg is tagad, Uram, én nem. Ha mindenki ott is hagyja, én nem. Én vagyok a te elhívott szolgád. Hát ifi munkás vagyok, nem, Uram? Hát akármi történhet körülöttem, én velem nem. És igen, bejártad az utat az alkalmatlanságtól a magabiztosságig. Észre sem veszed, hogyan történik. Észre sem veszed, hogy ez a helyzet. Ebben a pillanatban is most azt hiszed, hogy valaki másról van szó, másé ez a történet. Hát te Jézusért élsz, hát te Jézus szolgálod, nem? És észre sem veszed, hogy Jézus szolgálod
csak már rég nem belőle élsz. Jézust szolgálod, csak nem Jézusért szolgálod Jézust, hanem az a pici ego az ugye elkezdett növekedni. Ez a történet már nem Jézusról szól. Persze, Jézusról szól, de nem róla szól, hanem te rólad szól. Érted, és akkor paf! Paf! Nem figyeltétek? Megjön a kudarc! Kitör a gáz! Ez sok formát ölthet. Én nem ilyen finom dolgokra gondoltam, amiről itt hallottunk. Így a megtért büszkeséged berúgott az ifi táborban. Vagy az ifi vezető társad lelépett egy fiúval, vagy egy lányal, vagy egy nővel, vagy egy férfival, akivel nem nagyon kellett volna. Vagy a lelkészed azt mondta, hogy oké, valamiért ennyi volt. Vagy miközben hűségesen végzed ezt az egész szolgálatot, igaztalanul elkezdenek vádaskodni ellened, és vádak érnek téged, pletykák. Vagy egyszerűen csak valamiért szétmegy az ifid. Pák és nincsenek. Elfogynak, ahogy hallottuk. Azért gondoljatok, hogy Jézusnak is szétment az ifije, Péter volt az egyik. Fiatalok voltak, és senki nem maradt körülöttük. Azt mondja, hogy megverem a pásztort, és szétszéled a nyáj. Ennyi. Vagy miközben egész januárban az ifi hétvégére készültél, és közben kőkeményen rettegve imádkoztál, hogy a vizsgád is sikerüljön, az ifi hétvége lement, de a vizsgáról kirúgtak. Kudarc. És akkor azt mondta, hogy ez meg mi ez? Miért kellett? Ezer kérdés ott van az emberben, de Péterrel jutottál ide. Az alkalmatlanságtól az összetörésig. Illetve még nem jutottál az összetörésig, bocsánat. Még csak a kudarc jött be. A kudarcig jutottál, és az a kérdés, hogy mit teszel ezen a ponton. Hogy mi fog most történni, amikor beállt a kudarc. Padlót fogsz, és dühös vagy, és vádaskodsz esetleg? Hogy tehetett ez velem ilyet? Hogyan gondolta XY, hogy ezt velem megteheti, ezt a fickót, én kirakom az ifiből? Na nem már. Hát elrontja az ifimet, az ifimet. Vagy dühös vagy Istenre, hogy engedhetted ezt meg, Uram? Hát nem látod, hogy mennyit dolgoztam ezért neked? Mennyi éjszaka, mennyi energia, mennyi szervezés, mennyi idő, mennyi pénz, mennyi imádság. Mi az, hogy közben elfogy az ifi? Hát hogy gondolod te ezt? Szóval dühös vagy, és a vádaskodásnak ezer formáját találod meg, hogy ki a hibás? Vagy kétségbe esel, és önmagad felé fordítod, magadat sajnálod és vádolod. Hát, tudtam, hogy itt egy nagy nulla vagyok. Hát miért gondoltam én ezt, hogy ez nekem bármikor is menni fog? Hát persze, hát, tudtam én, bele se kellett volna vágni, nem? Meg is mondta valaki, hogy miért csinálod ezt, ne csináld. Meg, hát persze, hálátlanok az emberek, hát azért van ez így. Nem értékelnek, nem értenek meg. Előveszed az egyik legrégibb ősi ifis éneket. Szerintem ti már nem ismeritek, remélem. Nem szeret senki igazán. Ismeritek? Addig jó, amíg nem. Az önsajnálat megdicsőülése. Szóval érted, itt hagyom ezt az egészet, inkább elmegyek horgászni, mint Péter. Mi történik, amikor elér a kudarc? Vádaskodsz? Önsajnálatba esel, vagy hárítasz? Hát nem is történt semmi. Hát jól csináltam mindent, a Józsi meg sem tért, ezért rúgott be a nyáron. Láttam is rajta, hogy nem igazán oké. Hárítod. És amikor hárítod, akkor mi történik valójában, hogy a kudarc pofon vágta a magabiztosságot. Érted? Hogy a kudarc egy hatalmas pofont adott annak a pici növekvő egónak. És ezt kell látni, mert ez megvizsgálja a szívedet. Ne tagadd a kudarcot. Ne védd magad. Ne sirasd az egódat. Hadd törjön össze. Hadd törjön össze, ami nem Istenért épült ott, érted? Miközben Istenért szolgáltál, felépült valami, ami minden, csak nem Isten, önmagad bálványa. És Péter keservesen sír, tudjátok, jó, nem kell végigmondanom a történetet, amikor megtagadja Jézust, keservesen sír, összetört. És Jézus meg ránéz,
Szeretettel nézi, szomorúan nézi, mert ismeri őt, és ismeri a szívét, és pontosan tudja Jézus, hogy össze kell törnie, össze kellett törnie. Persze sok minden igaz attól még, hát a Józsi lehet, hogy tényleg nem volt rendben, meg az ifi vezető társa volt rendben, de érted? Ha az evangélium erejét akarod megtapasztalni a kudarcban, akkor öleld magadhoz a kudarcot. Vagy így is mondhatnám, rágd meg a keserű pirulát. Rágd meg a keserű pirulát, hogy a kudarc mögött engedd magadnak meglátni a mélyebb kudarcot. Mert a kudarc az, hogy valami nem úgy ment. Oké, a mélyebb kudarc az, hogy hova jutott az életed, miközben Jézusért szolgáltál. Hogy a szolgálatom rólam szólt, és nem Jézusról, hogy magamnak építettem a várat valójában, és nem neki. És akkor megérted, hogy a kudarc lehet, hogy ajándék. Hogy amikor valami nem megy, és kiakadsz azon, hogy nem megy, akkor mélyebbre tudsz nézni, hogy de valójában mi van a szívemben. Lehet, hogy a kudarc ajándék, hogy még mielőtt egészen elszakadtam volna tőle, a segítségemre jött. Szóval Péter összetört, keservesen sírt, ott hagyta az ifit, elment gépezni vagy horgászni. De a történetnek nincs vége. Ahogy hallottuk reggel, mert Jézus jelen van. És megjelenik Jézus ott, ahol Péter van. És elkezdődik közöttük valami ebben a beszélgetésben, amit felolvastam, ami nagyon-nagyon szép. És nagyon mély. Elkezdődik az összetörtségből a helyreállításnak a mozzanata. Az összetörtségből a felhatalmazásnak a mozzanata. Jézus megszólal, hogy Péter, Jóna fia, szeretsz engem? Jobban szeretsz engem ezeknél? Jobban szeretsz engem, Péter, mint az ifidet és benne önmagadat? Mert hogy azt ott kaptad a nagy pofont a kudarctól. Jobban szeretsz engem, mint a szolgálatodat? Jobban szeretsz engem, mint a sikeredet, amikor megy az ifi? Jobban szeretsz engem, mint önmagadat, amikor kudarcot vallasz, és magadat csiratod, és magadat szeretgeted? Jobban szeretsz engem, mint akár a sikeres, akár a kudarcos önmagadat. Jobban szeretsz engem, mint az önmagadról kialakított képet? Jobban szeretsz engem, mint az ambícióidat? És Péter csak annyit mond, hogy Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. És voltak évek, amikor így csak ennyi volt a szívemben, minden kudarccal, meg sikerrel, mindennel, hogy hát Uram, nyomorult ez az egész szolgálat dolog, de Uram, egyet tudsz, a szívem mélyén csak ennyit tudok neked mondani. Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. És ezt azért mondhatom neki, mert ő odajött az én összetörtségembe. Mert ő megjelent ott, ahol valójában vagyok. És nyilván ebben a beszélgetésben, ahogy Péterrel Jézus beszélget ott veled, ebben Jézus szava gyógyít. Ebben Jézus szava helyreállít. Jézus szavában végre mindent tudsz, és az lehetsz, ami valójában vagy. És Péter mindent tud. Látja maga bűnös, önigazult szívét. Látja, hogy az keresztül ment az összetörésen, a mélységen. És egyszer csak itt látja ezt a Jézust, aki feltámadt, lejött a keresztről, illetve meghalt, eltemették, feltámadt, odaáll mellé, és így beszél ezzel a szeretettel, ezzel a kegyelemmel vele. És érted, Péter az ifi vezető soha nem kerül oda, hogy mindezt meghallja Jézustól, ha nem val kudarcot ifi vezetőként. Soha. Ha nem törik össze, ha nem sír, soha nem kerül oda, hogy meghallja
ezt a Jézusi szeretetet, hogy a kegyelem egészen mélyen elérje a szívét, és ott kezdje őt gyógyítani és helyreállítani, ahol az ő szíve a legtávolabb van Istentől. A kudarc a szolgálatban barát is lehet. És akkor látod, hogy mi a történet vége. Akkor legeltesd az én juhaimat. Akkor őrizd az én bárányaimat. És nincs benne a Bibliában, de érzitek, hogy ebben az állapotban mit mond Péter? Mit mondhat Péter? Nem mond semmit. Azon kívül, hogy Uram, te tudod, hogy szeretlek téged, de legeltesd a bárányaimat. Én biztos, hogy Péter azt van benne, hogy én. Alkalmatlanság újra. Én tök alkalmatlan vagyok erre. Én méltatlan vagyok. Nem látod, hogy mit csináltam? Én képtelen vagyok. Összetörtség, felhatalmazás. Te vagy az én emberem. Legeltesd a jóimat. Őrizd a bárányaimat. Rád bízom a fiataljaimat. Ez a kör az evangélium ereje által való megújulásnak a köre. Azért kör, mert ha benne állsz a szolgálatba, újra és újra megtörténik. Elhívás, remegő lábak, siker, eredmény, gyümölcs, áldás, magabiztosság, kudarc, összetörés, ha tényleg összetörsz. Jézus újra jön, kegyelem, felhatalmazás nagyobb mélységgel, nagyobb szeretettel, nagyobb kegyelemmel, nagyobb alázattal folytatod a szolgálatot. És ez a kör, ez abszolút döntő arra nézve, hogy valójában milyen emberré leszünk. Figyelj ide! Az, hogy elhívott téged Jézus az ő szolgálatába, az, hogy bármilyen helyen, szinten Jézust szolgálod, ez vagy egyre jobb, egyre istenfélőbb emberré fog tenni téged, vagy egyre rosszabb, egyre képmutatóbb és egyre elvetemültebb emberré. A szolgálat ezt teszi. Érted, hogy miért? Azért, mert hogyha belépsz a szolgálatba, és tapasztalod, hogy Isten rajtad keresztül mások életében valamit tesz, az el fogja kezdeni építeni az egót. És hogyha azon a ponton, amikor eljön a kudarc, Isten nem adja meg neked azt a kegyelmet, hogy összetörjél, akkor beleállsz a vádaskodásba, beleállsz az önsajnálatba, beleállsz a hárításba. És úgy fogsz szolgálni Jézusért, hogy a vádaskodásaid, az önsajnálatod, vagy a hárításaid egyre jobban elszigetelnek téged az evangéliumtól, Jézustól. És minél inkább úgy szolgálsz az evangéliummal, vagy mondod, vagy hirdeted, vagy csinálod, hogy a szíved leszakad róla, annál erőszakosabb leszel, vagy annál hiúbb leszel, vagy annál kiégettebb leszel, annál keserűbb leszel a szolgálatban. És ezért az, hogy mi történik veled a szolgálat során, hogy abban, hogy szolgálnod kell újra és újra, ezzel Isten felemész újra és újra, ezzel megújulsz az ő kegyelmében, megújulsz az evangélium erejében újra és újra, vagy pedig egyre keményebb leszel, egyre erőszakosabb, egyre dominánsabb, vagy egyre hiúbb. Ez azon múlik, hogy az evangéliumi megújulásnak ez a köre működik-e a szívedben.
Ez azon módjuk, hogy a kudarc mögött észreveszed, hogy valójában miről van szó. Egészen praktikusan ez azon módjuk, hogy amikor csinálsz egy ifit, végzel egy szolgálatot, és utána vannak érzéseid, akkor ránézel azokra. Mi az, ami rólad szól, és mi az, ami Jézusról szól. Imádkozunk. Szentlélek Isten, te vagy az, aki minden mélységet megvizsgálsz, az Isten mélységeit és a mi szívünk és lelkünk mélységeit is. És te vagy az, aki mindezt azért teszed, hogy bennünket az Úr Jézus Krisztushoz, az evangéliumhoz, az örömhírhez, az ő kegyelméhez vezessél. Kérünk add, hogy lássunk, és add, hogy miközben másoknak szolgálunk, magunk alkalmatlanná ne legyünk, és miközben másoknak az evangéliumot hirdetjük, magunk ne szakadjunk el attól, hogy az evangélium hogyan munkálkodik a mi szívünkben. És ezért köszönjük, amikor figyelmeztetsz, köszönjük, amikor terméketlen, nehéz időszakok vannak a szolgálatunkban, és ezen keresztül bennünket akarsz formálni, bennünket akarsz érlelni, bennünket akarsz mélyebb közösségbe vonni magaddal, hogy abból kiindulva nagyobb gyümölcsöt teremhessünk. Uram, köszönöm ezeket a mindenkit, aki itt van, akiket te megszólítottál, akiket te elhívtál, akik ennek az útnak, ennek a körnek most is éppen valamelyik részén vannak. Köszönöm, Uram, azokat, akik remegő lábakkal és az alkalmatlanság érzésével indulnak a szolgálatba, hogy mégis elég jók te neked, és tudod őket használni. És köszönöm, Uram, azokat, akik érzik a kiégést, a magabiztosságot, és kezdik látni, hogy ez nem másról, hanem róluk szól. Kérlek, Uram, vidd őket mélyebbre, akármennyire is fájdalmas ez. És Uram, imádkozom azokért, akik összetörtek, akik azt érzik, hogy ez az egész egy nagy kudarc, és hogy ők semmire nem valók ebben. Akik szembesültek a maguk elveszettségével, miközben másoknak szolgálnak, hogy jöjj most, Úr Jézus Krisztus, állj melléjük. És tudom, hogy ott van a szívükben ez az egy mondat. Te tudod, Uram, hogy én szeretlek téged. És így kérlek, Uram, hogy ruházd fel őket erővel és hatalommal. Ahogy végzed a helyreállítást, kapjanak még több erőt, még több felhatalmazást, hogy téged szolgáljanak az életük minden területén, de különösen az ifjükben. Köszönjük, Urunk, jóságodat, szeretetedet, irgalmatat és kegyelmedet felénk. Amen.